Persze, és nagyon szépen köszönöm a professzor asszonynak, ez a sok jót. És nagyon szépen köszönöm a alapító képviselő úrnak és a Magyar Nyelvőr Alapítványnak azt, hogy itt lehet ez a könyv most az önök asztalán. És köszönöm mindazoknak, akik ehhez hozzájárultak. Köszönöm azt, hogy önmagában ez a kezdeményezés megvalósulhatott. Hálás vagyok érte a Magyar Nyelvőr Alapítványnak, a Paigó Alapítványnak, akik sokat segítettek abban, hogy eljuthasson a külmoni magyar gyermekekhez is ez a könyv, hiszen ugye az alapcél az az volt, amit István mondott nekem, hogy ajándékba, illetve magyar nyelvű olvasmányokat, magyar nyelvű könyveket kapjanak, és ne például román nyelvű könyveket azok, akik Magyarország külmoni lényegében azt kell mondanom minden téren lestvérei, és azok, akik ott kint egy magyar nyelvű iskolában tanulnak, például mondjuk Székelyudvarhelyen, ott elkísértem Istvánt a Tamás Járon gimnáziumba, és ők például rendkívül örültek annak, hogy amikor majd eljön az év vége, akkor magyar nyelvű kiadványt adhatnak a tanulóknak jutalmazásképpen, és miképpen Istennek hála azért én jó sok jutalomkönyvet kaptam életemben, én mindig örültem nekik, hiszen gyönyörű a könyv is, de végszem rajta a pecsét az első oldalon, azt az ember elteszi örökre, még ha már a többi könyv az oda is kerül valami antikváriumban esetleg. Ami érdekesség még azt gondolom, és mindenképpen fontos elmondani, először is az, hogy ez egy kicsit több lett, mint egy alapos munka valamilyen izgalmas kultúrtörténetről, vagy pedig külföldi országról, mégpedig azért, mert nagyon sokat dolgoztam rajta, hiszen ebben benne van több mint 20 év tapasztalata. A több mint 20 év tapasztalata az azt takarja, azt jelenti, hogy gyakorlatilag impresszió, vélemények, interjú sokassága megjelent ebben a kötetben, és természetesen a létezett bármilyen hivatalos kutatás, felmérés, akkor ezeket is megnéztem, ezeket is elolvastam. De, bár tényleg azt kell mondanom, hogy nagyon meghatóak Keszter professzor asszony szavai, azt gondolom, hogy elsősorban kiváló perceket, kiváló órákat szeretnék szerezni mindazoknak, akik elolvassák ezt a könyvet, hogy egy picit kívülről lássuk magunkat. Amikor én elkezdtem utazni, akkor megvoltak az elképzeléseim, megvolt ez a tudásanyag, amit itt a nagyon-nagyon jó professzoraimtól, tanáraimtól kaptam, de rengeteget változott a világlátásom azért, mert egész egyszerűen az idők folyamán láttam egy picit kívülről magamat, láttam azt, hogy hogyan láttak minket a tájok, hogyan láttak minket az oroszok, a japánok, vagy bárki más, mit gondol. Persze azt mondjuk, hogy ez sztereotípia, hogy mit gondolnak, hiszen mindenki más gondol, de azt is tudjuk, hogy sok alapja van ezeknek a sztereotípiáknak, és egyébként ilyen sztereotípiákból épülnek fel az alapok, és aztán már ezeket megváltoztatjuk, hogy már nagy sikernek könyveljük el. Nyilván lehet alakítani, lehet az országimást is alakítani, de azért az, hogy miket gondolunk a másikról, az a nagy vonalakban azt kell mondanom, hogy mindenképpen jellemző. Amikor ez a kötet megszületett, akkor betörött fel bennem egyébként a gondolat, és a meghívóban nyilván előbb is láthatták, hogy elhívjam Kotárki Árpád János nemzetpolitikai államtitkár urat, aki sajnos nem tud most itt lenni, de azt kérte, hogy ő is szervez majd egy olyan könyvbemutatót, amin esetleg bemutatja külön pluszban még azoknak, akik ötkeverik ezt a dolgot, mert ugyan nem azért gondoltam, hogy érdemes eljönni a könyvbemutatóra, mert támogatást kaptam volna onnan, hanem azért, mert azt gondolom, hogy azt, hogy mit gondolnak a magyarokról Erdélyben, mit gondolnak a magyarokról Kárpátalján, mit gondolnak a magyarokról a felvidéken, az egyfajta nemzetpolitikai kérdés is, és hogy miként viszonyulunk hozzájuk, az is. Ezért roppant tanulságos és érdekes, hogy például szlovákok, hogy mennyire szeretik nemzeti átlagban a magyarokat. Mit gondolnak a románok rólunk, azokról, akik ott élnek velük, azokról a magyarokról, azokról, akik pedig itt élnek nálunk. Érdekes az is, hogy egyáltalán mit mondanak arról, amikor mi például bejelentünk valami általában az egyszerű szlovák emberek. Természetesen itt sem lehet általánosítani, vagyis hát ilyet is ne lehetne, lehet, de nyilván azért az egyéb jelenek is fontosak és különbözőek. De hát azt ígértem, hogy bemutatom a kötetet, elsőben Dr. Keszti István úr ezt ígérte. Nos, igazából a szerkezetről
néhány szó. Nagyon egyszerű a szerkezet, mégpedig azért, mert az országokat követi, térségeket követi, az államokat, a népcsoportokat követi, és viszonylag egyszerűen megnézhető, hogy például mit gondolnak a japánokról, mit gondolnak az oroszok, és van még a végén néhány bónusz. Ebben a bónuszban szerepel az, hogy amikor hozzánk jönnek turisták, akkor mi minden történik velünk olyasmi, amire mi nem is gondoltunk volna, illetve amikor mi külföldre megyünk, akkor mi minden történik velünk, amire mi nem gondoltunk volna. Mit jelent ez? Hát azt hiszük, hogy ha jön egy külföldi turista, akkor azt fogja meglátni, amit mi is látunk, amikor reggel felkelünk, iszunk egy kávét valahol, aztán utána elmegyünk dolgozni, utána bevásárolunk a Tesco-ban, vagy bármi más, aztán hazamegyünk és látjuk, van egy képünk. Na hát a külföldi az burokban él. Erre hadd mondjak egy példát, amikor életemben először 1994-ben kijutottam Tájföldre, akkor a Chao Phraya folyón át akartam menni a túlpartra, ahol a Hajdal templomát meg akartam nézni. Ezért kerestem egy szolgáltatót, és mondták, hogy van egy olyan hajó, amelyik mellette még a kanálisokat is megmutatja. Kiszámoltam forintba, durván 10.000 forint volt, nagyon gyöveteknek tartottam, ezért elmentem így a Hajdal templomához. Amikor később, két évvel később ismét kimentem Tájföldre, akkor mondták, hogy hát van egy olyan egyszerű csónak, amit simán átvisz a másik oldalra, és összességében az csak 1500 forintba kerül, úgyhogy akkor már tudtam, hogy 1500 forintért állítok a túlpartra, és a harmadik rángoltásomnál pedig tudtam, hogy a komp 5 forintért is állít. Ez rövid példa volt arra, hogy a tájbarátom például felháborodva nyugodt fel a Marriott Hotelből, hogy egyszerűen nem értő, hogy miért mondtam azt, hogy Magyarország is olcsó hely, tájföldhöz képest, mert 30.000 forintot fizetett a taxisnak, és ez sokkal lottan. Hát tudjuk jól, hogy ilyen is előfordul, de azért küzdünk azért, hogy az a kép kicsit hasonló legyen, amit mi szeretnénk magunkról láthatni a külföldieknek. Oroszok például, rengeteget beszélgettem, sokat dolgoztam is kint Moszkvában, filmeket készítettem, dolgozatot. Nem volt egyszerű egyébként mondjuk orosz nyelven forgatni, de azt kell mondanom, hogy ez egy jó próbatétel volt számomra. De ami érdekes, hogy mit gondoltak rólunk magyarokról, egyáltalán, hogyha elérkeznek Magyarországról hírek oda, akkor hogyan vélekednek arról, elolvashatják a köteliben. Egy dolgot nem elnék csak ki, hogy van egy kedves ismerősöm, aki Oroszországból jött és a magyar légitársaságnál dolgozott, nagyon sok kollégával együtt, és a férfi kollégákkal dolgozott együtt, és mondta, hogy három dolgot csodálkozott. Az egyik, hogy a magyar férfiak sokszor dicsekednek a betegségükkel. Tehát elmondjuk, hogy ez fáj, az fáj. Hát egy orosz az csöndben meghal. Nem panaszkodik. Hát a másik meglepő dolog pedig az, hogy sokat keserdünk, pedig szép életünkben, gyönyörű helyen vagyunk, és alapvetően azért, hogyha a világ nagy részét nézzük, akkor mi elégedeket lehetünk a sorsunkkal, azt kell mondanom úgy nagyjából, mert érdemes egyszer elmenni mondjuk egy-két indiai területre, és akkor átértékeljük a világot. Tehát neki például furcsa volt, hogy a kollégái pessimisták, és egyszer látta csak feltétlenül örülni az egyik kollégáját, amikor meghalt a nagyapja, és nem kellett megadni a kölcsönkért pénzt. Tehát ez például egy furcsa dolog volt, de másik oldalon pedig még mindig Oroszországban a Globus koncertnév az mond valamit sok helyen, és ezt örömmel nyugtáztam, meg azt is, hogy amikor az Ikarusz dübörög a szibériai utakon, akkor az még egy szívet melengedhető érzése. Persze a modern ország imázsunk, a modern országképünk azért már más is sokat változott, főleg akkor változtam, amikor valaki ide jön, és tapasztalja, hogy azért Budapesten tényleg gyönyörű helyek vannak. Egyébként, hogy itt körbenéznek egy kicsit, tényleg köszönöm szépen, hogy itt lehetünk, mert van egy kedves barátom, Lekete Zoltán, és neki olyan ízése van, hogy tényleg ezen a téren a példaképen, és gyakorlatilag olyan mesepalotta lett ez az idő kreatív ház, hogy tényleg ez is mutatja, hogy fejlődünk, és tényleg Budapestre most már jó jönni külföldi turistaként. Amikor elmondom azt mindig, hogy ilyenek az eredményeink, és hogy itt gondolnak a külföldiek, hogy ideérkeznek, az egy valós dolog, és noha ez olyan, mint a labdarúgó mérkőzésen, a győzelem, vagy az EB-n, hogy gyakorlatilag nem lesz olcsóbb tőle a kenyér, de mégis jó érzéssel tölt el minket. Ez is töltsön el minket jó érzéssel, és legyünk erre büszkék. Ami még nagyon meglepett a kötet készítésekor, vagy mit gondolnak a magyar nyelvről az emberek. Voltam Japánban, és magyarul is tanulnak ott az egyik egyetemen,
emiatt magyarul kiválóan beszélve japánokkal is volt szerencsét találkozni, és mondtam nekik, hogy egyébként írtam a köszönés formákról, ami szerintem egyfajta hungarikum, egy könyvet. Ezt így elejtettem ezt a dolgot, és eltelt nagyjából 2 év, legközelebb találkoztam velük, akkor többen olvasták ezt a könyvet, pedig szerintem nem lehetett egyszerűen beszerezni. Ez számomra nagyon imponáló volt, és akkor megértettem nagyjából, hogy ez japán mentalitás ilyen sokat számít. És szinte egy japán történet, azt mondták, hogy Budapestről készítsek egy filmet. És megbíztak ezzel, mi az, ami legjobban érdekelte őket? A hidak. A budapesti hidak. Tehát hidak a szerelmesek. Egyszerűen az Erzsébet híd visszvilágítására a japánoktól kaptunk pénzt. És nagyon-nagyon-nagyon kedvelik az arisztokrácia világát is, tehát Sisi történeteit Japánban is visszahallottam. Ez is például nagyon érdekes és nagyon meglepő volt. Professzor asszony említett már jó pár egzotikus történetet, érdekes népcsoportot, akikkel volt szerencsét találkozni. Az előző kiadáshoz képest ez a mostani bővebb abban is, hogy benne vannak az afrikai kalandjai is, amikor magyar orvoscsoportot kísérhettem el Afrikába, és láthattam azt, hogy hogyan élnek ők, amikor reggel szeretnék inni egy pohár frisset, ezt a vizet, és hát 10 km-t kell adolni érte, ez a reggeli programok közül nem biztos, hogy a legkedvesebb. Inkább az ember nézi a tévét. A másik dolog pedig az is, hogy láttam azt, hogy lényegében mi mindent tudunk mi megvalósítani külföldön. Láttam például a magyar pálinka főzlét, és megkóstoltam a jackfruit pálinkát, és hát nincsen olyan kifinomult ízlésem a borok és az alkoholos italok terén, mint jó pár barátomnak, de azt mindenképpen el kell mondjam, hogy jó a jackfruit pálinka. És hogyha nem hagy volna meg ipari és kereskedelmi minisztert itt Ugandában, aki ezt nagyon pártoltak, akkor szerintem már mindenhol gyártották volna ott a magyar találmányt, a jackfruit pálinkát. Úgyhogy a jackfruit ez egy gyümölcs, egyébként egy apó bácsi gyümölcs, hát rán így lehetne lefordítani, egy trópusi gyümölcs. Úgyhogy nagyon sok mindenre képesek vagyunk. Ami engem rendkívül megragadott, az a magyar nyelv, hiszen rengeteget kaptam a az oktatóitól, tehát kezdte el Polvár professzor asszonyról azért, akkor én is mondjam pár dolgot, de gyakorlatilag az a fajta precizitás, az a fajta tudás, amivel ő neveli az egyetemen a hallgatókat, köztük engem is, az egész világon egyedülálló, csodálatos, és olyan dolgokat eredményez, hogy anélkül nem lehetnék így, csak a tudást minden kaptam volna meg az egyetemen. Hölgyeim és uraim, azt gondolom, hogy az illetett a magyarokat a világban második bővített kiadása tényleg olyan, hogy bátran merem ajánlani a figyelmükbe, és bátran merem javasolni, hogy olvassák el, nézzék meg, terüljenek jókat, vagy éppenséggel szomorkodjanak, nézzék meg azokat az izgalmas sztereotípiákat, amiket önök gondolnak, hogy miket gondolnak rólunk, és mennyire lehetnek ezek igazak, és vonják be önök is a tanulságot. Egy pillanat csak azért teszem, mert a hátsó borítón néhány fura dolgot, azért fura mondatot odaírtam, érdemes ezt megnézni. Párat ebből idéznék. A magyarok butaságokat beszélnek, az albán pásztorok nem hánynak kestjét. Ezt egy albán fiatalember mondta, aki hosszabb ideig itt él közöttünk, és ő nem érezte jó viccnek az albános vicceket. Pedig milyen jó hozott, ugye azt mondjuk mi. Magyarország valahol Törökország és Csernobil között van, magas hegycsúcsokon. Ezt egy Los Angeles-i közgazdásztól hallottam. Akkor megkérdeztem, hogy tudja, hol van Magyarország. A vidéki magyarok rumázata olyan, mintha most léptek volna ki egy filmből vagy egy könyvből. Ezt Japánban hallottam. A horror vonatán ültem Magyarországon. Ez egy cikk volt egy tókiai lapban egyébként. Semmi meg nem csinált, csak lement siófokra. Amatőr. A mohácsi csata csak félreértés volt, a magyarok a törökök kedves rokonai. Ez azért nagyjából megmutatja a történelmi szemléletünket. Ha valaki szereti a Szulejmán sorozatot, amiben azért sok történelmi igazság is benne van, mellett a titráció mellett, hogy az alapok azok nagyjából igazak. Látja, hogy a törökök nem azt mondják, hogy jöttek, hogy aztán mondjuk mohácsot, meg mindent végül is ők előre így látták és kitalálták, hanem az történt, hogy meg akartuk öletni a szultánt, ugye, és hát ezt nem szeretik annyira. Utána pedig lefejeztük a követeiket, ez sem a diplomácia tipikus csúcslépése. Úgyhogy ebből a szempontból ők elmentek volna úgy, hogy
tehát gyakorlatilag Bécset akarták elfoglalni, nem feltétlenül Magyarországot, de úgy gondolták, hogy ezek után már talán kicsit változtattak ezen az elképzelésen. Nyilván a történészek feladata, hogy kiderítsék, hogy az igazság, most azért a török-magyar történészek jóban vannak, úgyhogy nem véletlenül van most közös szobra a Fridinek meg a Szulejmánnak, de gyakorlatilag ugye mennyire más ebből a megközelítésből a mohácsi részről beszélgetni, a török lépésekről. Tehát így tovább azért azt gondolom, hogy ez egy érdekes kérdés. A legtöbb magyar férfi színe szerint az operába is maszkó nadrágban menne. Ezt egy francia hölgytől hallottam, aki egyébként 8 éve él Budapesten, és szerintem a Tesco szatyorra divatszik Magyarországon. Mielőtt azonban ezt végig gondoljuk, azért sokat javultunk, sokat változtunk egy francia szemben, és azt kell mondani az utóbbi időben. Azért hát nagyon sok olyan munkatársamat ismerem, aki még a kényes francia ízlés alapján is változatlanul ismeri ezeket az öltözködési szokásokat. Magyar nyelv az emberi logika csúcs terméke. Na, ilyen is van azért. Hát meg az is, hogy magyarokat szeretek eladni, mert ilyen vagy itt Kínában senki se venne. Ezt egy kínai árus a készített interjúkor hallottam. És teljesen tényleg szép dolog, ha már ott tartunk, hogy miket mondtak rólunk a magyar nyelvről. A magyarok tulajdonképpen nem is földi lények, hanem egy szuperintelligens, földön kívüli faj. Hát én ebben akarok hinni. Köszönöm szépen.